láttuk 2014-ben és 2018-ban, amikor az ellenzék megosztottabb volt, és sokkal rosszabb helyzetben volt a közvéleménykutatások szerint, mint most, hogy akkoriban a különböző ellenzéki oldalak, a Jobbik és az akkori baloldali ellenzék vezetői, azok folyamatosan biztos győzelmet jósoltak gyakorlatilag, miközben teljesen nyilvánvaló volt, hogy nagyon nagy hátrányban vannak a kormánypártokkal szemben, és valószínűleg egyébként részben ezt szeretné elkerülni Márki-Zay Péter, hogyha esetleg nem nyer az ellenzék, ahogy arra azért megvan az esély, akkor ne az legyen, ami akkor is, hogy ez rendkívül kínos volt, hogy tudom én, Vona Gábor is mondta, hogy biztosan nyerni fognak 2018-ban, ők a kormányváltó erő, és közben nem tudom, fel annyi szavazatuk volt körülbelül, mint a kormánypártoknak, tehát hogy teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem igaz, amit mondta. Tehát valószínűleg ezt szeretné már előre elkerülni, hogy ez olyan várakozásokat keltsen a választókban, amik abszolút irreálisak. Igen, de ez nem számít negatív üzenetnek még a választói felé sem? Az a politológiai alapvető bölcsesség, hogy igazából nem tanácsos ilyeneket mondani, hiszen ezek elbizonytalanítják mondjuk a saját választókat, tehát hogy általában olyanokat szokás elvárni a politikusoktól kampány során, hogy olyanokat mondjanak, amitől lelkesek lesznek a választók, tehát amitől azt gondolják, hogy érdemes elmenni, szavazni, itt valami nagy dolgot el lehet érni. Igazából a 40%, amit ő mondott magáról, a saját esélyeiről ebben az interjúban, az nem egy alacsony esély igazából összességében. De hát azért mégiscsak a felénél kevesebb. Tehát nem azt mondta, hogy 50-50, egyenlők az esélyek Orbán Viktorral, hanem annál kevesebb, és ez ebből az ember olyan, hogy mondjam, bizonytalanságot érez ki. Igen, tehát hogy pontosan a kommunikációs szempontból lényeges, mert valószínűleg, hogyha egy elemzőként mondta volna ezt a 40% esélyt, akkor ez nem lett volna egy kifejezetten rossz megszólalás. Abban az értelemben furcsa ez igazából, hogy ez nem lelkesítő kommunikációs szempontból, hiszen az emberek általában azt mondják, hogy 50% alatt vagy 50% fölött mondja az esélyét egy politikus, és igazából amíg 50% alatt az gyakorlatilag biztos vereségként, 50% fölött pedig biztos győzelmként értékeli az esélyeket, ezek valójában korán sem így működnek. De azért azt is látszik, hogy azért ez az interjúval neki más célja is lehettek volna. Igazából az a probléma, hogy nem igazán magyarázta el ebben az interjúban adta, ugye külföldön adta a külföldi sajtónak, hogy nem igazán magyarázta el, hogy ő mit szeretne csinálni Magyarországgal, és nem általában a víziójáról beszélt, hanem sokkal inkább gyakorlatilag egy ilyen panaszfórumként használta ki ezt a lehetőséget, és elismételte azokat a paneleket, amik Magyarországon az ellenzéki közönségnek nagyon jól ülnek, hiszen és fontos is, hogy nekik ezeket elmondja, hiszen erre van igény. Ugye külföldön ezek nem annyira ismertek, nem annyira érdekli az embereket az ilyen apróságok, és ugyanezeket mondja el, ez igazából úgy tűnik, mint aki már előre magyarázkodik arra, hogy miért nem úgy teljesít, ahogy nem tudom, elvárható lenne akár a nyugati olvasók szemében. Tehát, hogy ez előre magyarázkodni már a bőven a választások előtt arra, hogy miért van neki milyen nehéz helyzete, azt szerintem semmiképp sem egy jó jel, sem a magyar, és különösen nem a külföldi olvasók előtt. De lehet ebből arra következtetni, amit ön most utólag mondott, hogy ő tulajdonképpen már a vereség utáni időkre készül, mert persze hát nem lehet tudni, hogy ő beül-e a parlamentbe, vagy marad Hódmezővásárhely polgármestere, de hát akkor is egy nagyon nehéz helyzetben van, hiszen nincsen mögötte párt, nincs mögötte parlamenti frakció, és egyedül maradhat a vereség után. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen politikai túlélésért küzd? Részben biztos benne van az, hogy az ő személyes politikai túlélése szempontjából fontos az, hogy ne legyen olyan hiteltelen, hogy azt mondja, hogy biztosan győzni fog, miközben erre ez azért egy nagyon erős kijelentés lenne. Tehát, hogy nem akar ebbe belecsúszni, hiszen utána nem lenne egy olyan párt struktúra, ami ezt föntartaná, hanem akkor, ami őt föl tudná tartani, tehát próbál olyan kijelentéseket tenni, amik esetleges vereség esetén is fenntartják. A másik célja az lehetett ez az interjúval, tehát azért az látszik, hogy ő elég sok interjút ad külföldi orgánumoknak, hogy megismertesse a nevét külföldi olvasókkal, különösen azokkal, akikkel esetleg partner szeretne lenni, hogyha győz. Tehát hogy az is nagyon fontos számára nyilvánvalóan, hogy külföldi kapcsolatokat is építsen, ezért is adta ezt az interjút, csak hogy pont nem sikerült mondjuk olyanokat mondani, ami kifejezetten a nyugati olvasók számára fontos és érdekes
megszólás lehet, hanem úgy adta az interjúként, hogy Magyarországon adná, és igazából ezért a saját, illetve az ellenzéknek az itthoni közönségének játszott tulajdonképpen, és ez nem biztos segíti azt, hogyha esetleg nyerne, akkor utána ez mondjuk a partnerséget könnyebbé simán beátenni. Említette, hogy olyan dolgokról beszél ezekben a külföldi interjúban, amik nem igazán ismertek külföldön, ahelyett, hogy arról beszélne, hogy ő mit csinálna Magyarországgal. Nem lehet, hogy ez azért van, mert egyrészt nincs igazán egy összefoglaló víziója az országról, hogy mit szeretne elérni, illetve, hogy az embernek az az érzés, hogy amikor ő megszólal, mindig azt mondja éppen, ami eszébe jut. Igen, ez mondjuk önmagában nem probléma az, hogy politikusok azt mondják, ami eszükbe jut. Az a probléma, hogy ez nincs megfelelően struktúrálva. Tehát azért Márki-Zay Péternek látszik, hogy vannak gondolatai különböző társadalmi problémákról, de hogy ezt nem sikerül struktúrálni úgy, hogy most, mint az ellenzék képviselő, és nem csak mint egy egyszerű polgár, vagy valamifajta politikai elemző, megmondó ember mondja meg, mert igazából körülbelül úgy nyilatkozik továbbra is, mint aki csak egyfajta ilyen megmondó ember. Tehát amikor mondjuk előválasztási jelölt volt, már akkor is mondott ilyeneket, hogy neki ennyi meg annyi százalék esélye van, bőven 50% alatt mondta, aztán végül is, hogy nyert, tehát hogy erre hivatkozhat, hogy ez egy ilyen jó ómen, de akkor még egy egészen más pozícióban volt, akkor csak a saját ideológiáját kellett képviselnie. Most ugye az egész ellenzéket próbálja képviselni, és igazából nem derül ki az, hogy mögöttem lenne egy olyan csapat, aki ezt igazából struktúrálja, és egy ilyen szervezett, rendszerezett gondolatokat tud mondani, és azt is rendszerezzük, hogy kinek mit mondjon. Tehát különböző közönségnek különböző üzeneteket kell megfogalmazni, ezek nem kell ellentmondóak lényeg, sőt, de hogy nem arról a témáról kell beszélni, ami őket nem érdekli, hanem arról a témáról, ami őket érdekli, vagy érdekelheti, vagy ami előnyt hozhat annak a közönségnek. És miután mögötte láthatóan nincs egy olyan erős kampánystáb, aki ezt megszerkesztett struktúrája, hiszen nincs mögötte egy olyan pártinfrastruktúra, ami ezt meg lehetővé tenni. Ez nagyon megnehezíti az ő kommunikációját, mint az ellenzék vezére, és igazából úgy tűnik, mintha csak így egy eleme lenne ennek az egész ellenzéki gépezetnek, és nem pedig egy személyben vezetni, és egy személyben megtestesíteni azokat a gondolatokat, amit az ellenzék közösen gondol az országról. Egy dolgot kérdeznék, még fél percünk maradt, hogy meggondolatlanul nyilatkozik, hát itt vannak a legújabb ügyek, éppen a mai lapszemlében idéztem, hogy a Marcali Fórumán vidéki emberekre azt mondta, hogy agymosodtak, meg már 10 órakor részegek, korábban arról is beszélt egy másik fórumon, hogy egy keresztrejtvényt sem tudnak megfejteni, szóval, hogy folyamatosan sértegeti az embereket, a társadalom különböző rétegeit. Bizonyára nem külön rétegeket szeretne sértegetni, de ezek nincsenek jól megtervezve a kommunikációs panelek. Egy megmondó embertől ezek abszolút beleférnek ezek a mondatok. Ha lenne egy megfelelő stáb, aki ezt végig gondolja, hogy kinek, mit, mikor lehet mondani, és mi az, amit mondjuk elővesz mondjuk elővesznek az ellenfelei riválisai kritikaként, akkor ezeket nem mondanak, ezeknek nem szükséges elemei annak a kommunikációnak, amit ő neki mondania kéne, és így gyakorlatilag szükségtelenül megy bele olyan rizikósabb, nehezebben védhető, kivágható mondatokba, amik sokkal problematikusabbá teszik az ő jelöltségét, és a kampányában akkor folyamatosan magyarázkodnia kell később, ami semmiképp sem az, amit ő szeretne, hanem neki sokkal inkább a víziójáról kéne beszélni, de ahelyett az, hogy ennyit nyilatkozik, és ennyire strukturálatlanul, annak ez az eredménye, hogy sokkal többet kell magyarázkodnia a fura mondatai miatt, mintsem, hogy arról tudna beszélni, hogy mit tervez az országgal.